Az Egyesület programjai között vannak olyanok, amelyeken óvodások és iskolások is részt vehetnek, s rajthoz állnak a rövidebb távokon. Nem ritka, hogy a tagok edzésein már gyerekeik is részt vesznek, akár futva, akár bicajjal, vagy éppen rollerrel, görkorcsolyával kísérve szüleiket. Ott van a szelidító futás rendezvényünk, ahol a 4 kilométeres távon bizony azt mondom, hogy legalább 100 gyerek fut minden évben. Tehát akik úgy mondom 14 év alatt legalább. Ők az utánpótlás, tehát őket kellene megtalálni ahhoz, hogy aztán később tényleg felnőtt korba is fussanak, vagy legalább nem, ha nem is fut, de legalább sportoljon valamit. Tehát itt lehetne megszerettetni velük azt, hogy igenis a mozgás legyen az élete része, nem mindig benne a szobába, fotelba, hanem gyerünk ki az utcára, vagy a térre, akár az érsekkertbe, vagy bárhol, ahol futni bárhol lehet. Nem is kell hozzá különösebb felszerelés, csak ki el kell indulni, aztán szedni a lábat egymás után. A pályázatban azt vállalták, hogy egy gyereknapi futós programot szerveznek. Az elsődleges célunk egy gyermeknapi futóprogram, Fussa Fagyiért címet viseli, és hát nyilván gyermeknap előtti szombaton szeretnénk az érsekkertben megtartani. Nincs teljesen kialakulva a programunk. Ezt terveztük már régebb óta, volt nekem egy ilyen terve, hogy egy ilyen futást jó lenne csinálni, és akkor most ugye jött ez a Tesco-s pályázat, és ezt erre egyeztük ki, és úgy gondolom, hogy ez jó lesz arra, majd meglátjuk pontosan, mi lesz. Mindenképpen szeretnénk, tehát gyerekeket, felnőtteket is, mert egy fagyit a felnőtt is szereti, nem csak a gyerekek. És hát valószínűnek tartom én, hogy lenne nem csak egyéni futás, hanem ilyen váltófutásnak ki, ahol egy 3 fős csapatok esetleg versenyeznének egymással. Szavazni február 13-áig lehet. Tulajdonképpen mindenki nyer, hiszen 400 000, 200 000 és 100 000 forintot kapnak a szervezetek. Hetente összeszámoljuk a szavazatokat, jegyzőkönyvezzük, hiszen egy komoly dolog, komoly tétje van a dolognak, és 4 hét letelte után készül egy nagy összesítés, és értesítjük a nyerteseket. Támogattunk állatokról gondoskodó alapítványokat, gyermekeket gondozó alapítványokat, közintézményeket, rászoruló felnőtteket, nagyon vegyes a kép. Hosszú évekre nyúlik vissza ez az Önválaszt Mi Segítünk program. A támogatás mint olyan nem áll távol tőlünk, hiszen én magam is és a kollégáim is össze szoktuk dugni a fejünket, és megbeszéljük, hogy melyik az a szervezet, vagy kiket tudnánk ezen a programon kívül támogatni. Rengeteg iskola és közintézmény támogatásában vettünk már eddig is részt. Február 5-én farsangi futásra várnak mindenkit a kalocsai földön futók, gyereket, szülőt egyaránt. A rajt a Sétáló utcában lesz.